Ne! Uh! Na szevasztok és sziasztok, én salátak itt az erők és üdvözlőzőleg titeket a csatornám és üdvözöllek titeket a Minecraftban Máma Minecraft hardcore-ozni fogunk srácok, mert ezt annyira kértétek, nem tudom, nem, nem megy annyira túlélés rátok, de valahogy mégis azt akartátok, hárman arra szavaztatok, hogy elkezdjük egy újabb hardcore túlélő sorozatot, és hát ezért most ezt el is fogjuk kezdeni. Most itt is van nektek a hardcore túlélő. Na hát akkor azt mondanám, hogy akkor kezdjük is el. Én tudom, hogy a Minecraftot azt lehet hallani egy kicsit a háttérben, nem tudom. Viszont hát akkor ugye az alap dolgokat akkor csináljuk is meg. Remélem most nem fognak creeperek jönni, mert a creeperekkel nem vagyok jóval, Szerintem egy pár már tapasztalatátok. Hát tényleg nekem ezek nem mennek jól. És hát akkor, ja, nem tudom miért nem vágtam ki teljesen ezt a fázat. Mert úgy jöttem csak el, de mindegy, jó, jó, ez, ez a fa, ez jó, az éh, jó, Na jó, hát nem is tudom, akkor most rád vágnák egy pár fát, mint az ezelőtti hardcore túlélőmbe is. Tényleg, hogyha azt nem láttad, akkor az ibetűre kattintva ráthatod azt a playlistet az előző hardcore túlélőmből, hogy milyen jól sikerült. Hát olyan, most akkor vágok egy kis fát, aztán akkor ha meglátjuk, hogy hogy sül el, meg mint sül el, meg mi lesz. Akkor ezt is itt ki. Na ki is lett ütve, és akkor itt egy bárány. Hát nem is tudom, srácok, hogy ezt most megöljük-e. Már hát igazából kéne egy kis gyapjú. Na várjátok srácok. de csak hát nem vagyok olyan jó... gyilkolásban, srácok. Jó, most elég jó. Oké. Okay. Ez az a bajom, hogy ez csak egy de hát vasat most úgy sem fogunk találni. Nyilván ja, tényleg úgy srácok ki van kapcsolva az animáció, a futás animáció, úgyhogy ne nézzétek furcsa, hogy repülök vagy ilyes. Mert így tényleg úgy néz ki, mint a repülnék, ne várja. Akkor uh, kéne szedni, és akkor már lesz kettő gyapjunk. Ahogy ez nem a gyerek volt, most már felnőtt, hát ennyire volna. Tegény, um, akkor kellene nekünk még egy bárány, és akkor már szép vagyunk, szóval akkor igazából már nem tud velünk sok minden történni, csak a bányában. Um, hát mindegy, akkor vágok még fát, mert itt valahogy egy csomó fa van itt a környéken. Lehet, hogy itt van ugye az a ház is, nem? Az a, az a ilyen nagy ház, mert elvileg az, az ilyen olyan helyeken szokott spannolni, ahol ilyen sok házba van, így közel egymáshoz. Mondjuk ezek nincsenek annyira közel egymáshoz, vagy szerintem olyan házban nagyon, de hát ki tudja. Viszont tényleg most kéne egy bárány, meg el kellene kezdenem kraftolgatni is. Ne! Mondtam, hogy nem vagyok jó a kriperekkel, srácok, várj, ez mi? Most ez komolyan? Srácok, most a hátgatul élőnek is vége? Szóval... Akkor ennyi lesz volna már ez a videó, vagy, vagy most mindegy a srácok, akkor bárhát akkor is vége. Hogy került ide ez a creeper, bunker, még egy éjszaka sem volt a játékban. Hát nem tudom, hogy amúgy most akkor kezdjek egy új mapot, vagy most csak így feltegyem ezt a videót. Na srácok, akkor itt is lennék, akkor meg is megpróbálom most újra srácok, de hát ahogy látjátok, hát ezeken a creeperekkel én nem vagyok jobb a de akkor, ja, akkor most itt van, most megpróbálom még egy harmadjára is túlélni, hát srácok. Hát nem tudom, adhatnátok valami tippet, hogy hogy ne üljenek meg a creeperek srácokat. Hát komolyan, nem tudom, három percig bírtam kitalálni, vagy... de jó srácok. Hát de ti azt akarjátok látni, hogy, hogy nem tudom miért, de hogy ugye hárman is erre szavaztatok, volt nem választás is, de ti mégis hárman hardcore szavaztatok, és hát nulla szavazat lett arra, hogy ugye, ugye ne legyen már hardcore, mert már egyszer elcsesztem, most már kétszer elcsesztem, Hogyha még mindig akartok hardcore, hát akkor most itt van, srácok, ugye, most újra kezdtem, és hát akkor reméljük, hogy most több sikerrel. Most akkor tényleg azt kéne csinálni, hogy akkor, hát nem tudom. Az a baj, hogy kiszámíthatatlanok, mert ugye a csánktól nem látom, hogy mi van itt. Um, az gond, de viszont, ugye, különben meg még jobban laggolnák. Szóval így is laggolok, és akkor meg még jobban laggolnák. Uh, Fogalmam sincs, amúgy. Nem tudom, hogy srácok a stádia, az, az segítene? A, azon, hogy jobban húson a gép, srácok, ti... valaki, melyikőtöknek megvan a stádium, hogy valaki tudja, hogy az, az, az segíte, vagy ilyesmi. Van valakinek van tapasztalata vele, az, az jó lenne, hogyha keleznétek ugye a komment szekcióba. Viszont, hát szerintem megint hogy a part, kéne így költözni, mert nem tudom, én, én szeretem a tenger, mondjuk lehet, hogy ez csak egy kis, kis, ilyen, kis patak, vagy Szóval ez ilyen kisebb folyó, vagy hogy mondjam. ja, szerintem ez tényleg az. De, ugye nem látok el a... Na várjátok, srácok. Akkor kicsit feljeveszem a csánkot, aztán akkor megnézzük, hogy akkor így még játszható-e, vagy sem. Hát most feljelvettem 5 csánkszra, már is többet látok, ez eléggé jó. És nem tudom, hát srácok nem ragolok annyival jobban. Szóval szerintem ez egy eléggé oké. Okay. Nem? Várjátok srácok. Na, öm... Hát a creeperek azok, srácok, azok, azok az ellenségeim, az a tuti. De most már nem tudom, meg kéne most már tényleg próbálni túlélni rendesen, mert hát euh, nem tudom, ez ki, nem? Na várjátok, srácok, akkor ezt itt kiütöm. Remélem nem mesek le. Jó, alatt a blokk. És hát akkor igazából akkor bányákat egyenlőre kerülöm, sőt az örök lehet kerülöm kéne, de hát úgy meg sose visztük ki. Na, álljál már meg, kell a húsod. Na jó, Oké, okay, akkor azt kéne csinálni, srácok, hogy ezt így ide berakom, ezt így kiveszem, csinálok crafting tablet, és akkor ezt ide le is rakom, akkor csinálok sticket, abból, az, abból egyet ide rakok, és ebből pedig kettőt ide, és akkor itt van most egy kardunk, srácok, nem mint ha valaki nem tudná hogy kell kardot csinálni, de most ezzel fogjuk megölni itt a bárányokat, és mint ahogy látom, az most már három, mondjuk nem azért haltunk meg, mert éjszaka lett, de most legalább át tudjuk ugrani az éjszakát. És hát nem tudom, rögtön le kéne telepedni, hogy rögtön biztonságban legyünk. Mert, mert látjátok, sehol sem vagyok biztonságban, de viszont jó, hogy most csinálunk egy kardot. Meg így rögtön meg is lett. Nem, de ő is most miért, vagy ne. Hát, mondjuk már úgy találkozok vele. Hát tudnám mit szaporítani, de most addig elvíjem. Nem is tudom, hogy sincs ilyen búzám, úgyhogy sajnálom. Um, ja, akkor most már van is ágyunk. Várjál, um, akkor még ezt a malazat is megölöm, mert egy kis hús sem árt. Mondjuk az is troppolt húst. Jó, egy darab. Wow, mindegy, akkor ezt meg is eszem. Ok, és hát akkor craftoljuk is le az ágyat. Ugye, hármat ide, meg hármat, ó, oh. ezt nem így, hanem így tökéletes, rácok, és a ott fent írja, hogy jobb felső sarokban ugye lehet színezni is az ágyon, de egyenlőre én megelégszek a fehérrel is, és hát akkor fogalmam sincs rácok, hogy akkor hogy kéne. Tényleg akkor most uh, küldjetek az ötleteket, hogy akkor milyen házat akartok építeni, hogy például nem, nem hát tudom, hogy nem lehet leírni egy egész házat, de hogy ilyen, ötleteket, hogy így, hogy nézzen ki, például, hogy a milyen legyen a kemencbére, hogy nem tudom ilyen zúzott kő kemence legyen, vagy téglából legyen, mondjuk szerintem nem hiszem, hogy lesz kemencing, de például ilyesmit, vagy, vagy ilyen ágy, az ilyen csak rakjam le, vagy ugye van az a izé, hogy ugye fél napokkal így és akkor így nem tudom az mit ér, az valahogy szebben szokott kinézni, meg ilyen, nem tudom. Szóval olyan nyugodtan írjátok meg, hogy akkor hogy legyen a ház berendezése, meg a kirse is, hogy miből építsük, vagy nem tudom, kőből, vagy, vagy gyémántból, abból nem hiszem, hogy fogjuk tudni építeni. De például építhetjük homokból is, vagy megépíthetjük a kaktuszházat, amit építettem egyszer egyik videómban. Az is egy jó ötlet, srácok. Tényleg amúgy, ha azt még nem láttátok volna a kaktuszházat, akkor az i betűre kattintva azt most meg tudjátok nézni, mert az Szerintem az egy egész jó kis házikó lett, Üm, viszont akkor ugye most akkor építeni fogok egy házat, de attól még írjatok a kommentbe ötleteket, hogy milyen házat építsek, mert most csak egy ilyen kis bénök is ilyen fedezéket építek egyenlőre egy ilyen kis kúnyhót, ahol tudok éjszakára lepienni, Um, így, Na, akkor ezt gyors megépítem. Na hát srácok, ez igazából az egyelőre ennyi. Van itt nekünk egy kis ablakunk, ahol majd le tudnak minket szedni az kártanok, vagy minden. Hát figyelj, hát, nem tudom, hát jó ez egyelőre. És az jó, ja, akkor itt van nekünk egy kis ágyikunk, itt a crafting table, hát itt meg leszek egy részig. Hát nem tudom srácok igazából mit kéne mit csinálunk. Eszek, de amúgy igazából szerintem megvan nekünk minden, ami kéne. El fog töltődni a hp -m. Jó, ja, feltöltődik a hp akkor azt még megvárom. Jó, van fel is töltődött, viszont lement még egy húsit a kajám. Az legyen nyugodtan fullon, és... Hát akkor, ja, írjatok nyugodtan ötleteket. Viszont, hát félek srácok, hogy bárhonnan most előjön egy creeper. Nagyon félek srácok. Bárhonnan előjön egy creeper, mint ahogy láthatjátok. Nem csak a bányákba vagy a sötétben kell félni. Ez egyszerűen mindenhonnan jönnek, szóval... Há, vigyázni kell, Üh, viszont akkor én azt terveztem, hogy akkor most csinálok ugye egy kis veteményest. Üh, az ugye kell lenni fog ilyen kis cuccos, nem tudom most ennek mi a neve. Kapa? Jó, kapa, mindegy, de most az lesz a neve. Ó, lehet, hogy a víz mellé kellett volna, mindegy. Hát és akkor egyelőre így néz ki a kis házikunk. Remélem, hogy még azért fogunk tovább fejlődni srácok, de hát fél az elég jó, szerintem nem, szóval hogy... Hát nem mindenkinek van ilyen jó kis háza már az első részben. Na <laughs> jó, de ezt szóval tényleg írjatok ötleteket, srácok, hogy milyen házat kéne építeni. És hát akkor találkozunk a következő videóban, igen, ez már ennyi lett volna. Remélem, most már nem fogok meghalni, legalább 10 részt az el kéne érni, srácok. Az lesz most a célom, hogy a 10 részt elérje minimum. Ú, srácok viszont kezd beesteledni, és akkor gyorsba is megyek ide a házikomba. És hát akkor megvárom az éjszakás, srácok, amúgy hogyha nem akarsz lemaradni újabb részekről, akkor ugye iratkozz fel és nyomd meg a csengőt, és akkor nem maradsz le ugye újabb tartalmakról, hogyha például felrakok egy új videót, mint például, hogy ezt a sorozatot is folytatom. Ja, viszont ahogy látom beesteledett, úgyhogy hát akkor... Ó, oh, bakker, ki... <laughs> kidobott, kellett, Felkeltem, az kidobott, tehát ez itt nem annyira jó. Na mindegy, akkor találkozzunk a következő részben, gondolom a hardcore túlélő a másik részében. Gondolom ott fogunk találkozni, na mindegy, találkozunk legközelebb. Viszlát és Hello!